Sziasztok, újra itt vagyok, és ma készültem nektek egy ünnepi hangulatú marha bélszínnel, viszkivel és meggyel. Nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek, és essünk neki. Amivel kezdeni fogunk, az nem más, mint a sült zeller. Igazából nem kell más csinálni ezzel, mint vágtok belőle ilyen 1-2 cm-es darabokat. Meg is formázhatjátok, én ezt teszem vele. Aztán ezt be fogjuk sütni a sütőbe egy kis kakukkfűvel, fűszernövényekkel, vajjal, kis vizet teszünk majd alá, és 180 fokon szép aranybarnára fogjuk sütni. Annyit kell még ezekkel a zellergumókkal tenni, hogy könnyebben átsüljön, meg könnyebben átfőjön. Vágok bele ilyen kis csíkokat, igazából beírdalom, olyan, mintha halat beírdalnánk. Nincs más dolgotok, mint szereztek egy tepsit, belehelyezitek a zellergumót, tesztek rá annyi vizet, hogy félig ellepje. Nem is kell annyira félig, csak hogy azért ne legyen teljesen a víz alatt. És sózzuk, borsozzuk, teszünk a tetejére pár kocka vajat, meg egy kis fokhagymát, megtörünk, és betesszük a sütőbe. Az egyik meghatározó eleme az ételnek, az nem más, mint a szósz, a mártásunk, ami igazából nem más, mint egy marhacsontokból főzött alaplé, lererukálva, más néven zsű. Gyertek, megmutatom, hogy ez hogy néz ki. Tehát ez egy nagyon erőteljes ízű mártás. Ez még egy picit híg, de nem véletlen, mivel én ezt most le fogom egy picit még főzni, és aromatizálni fogjuk, és ízesíteni egy kis viszkivel, meg meggyel. Azért vigyázzatok vele, mivel attól függ, hogy mennyi viszkit kell tenni a szószunkba, hogy mennyi mártás alapotok van. Én ebbe a mennyiségbe 2 centilitert fogok tenni, aztán megkóstoljuk, és hogyha még kell, akkor majd még teszünk. Lehet, hogy nem is volt 2 centiliter, úgyhogy majd ezt kóstolgatni kell. Teszünk még bele 2 kanál meggyet. És igazából ezzel már nem fogjuk főzni, csak így hagyjuk. Majd tálalás előtt még egy kis vajjal fogjuk sűríteni, hideg vajjal, és kész is van a mártás. Hogyha félrehúztátok a szószt, és gondoljátok, akkor beledobhattok aromatizálás szempontjából egy szál kakukkfűvet. Következő lépés, megcsináljuk a marinált simei gombáinkat, amihez nem fog kelleni más nekünk, mint megint a viszki. Ebből körülbelül olyan 2-4 cent mehet. Teszünk még bele vörösbort, vörösborecet, 4 cent, sózzuk, borsozzuk, egy ág kakukkfűvet még dobunk bele, egy megroppantott fokhagymát, és ezt felforraljuk, viszont ezek annyira gyenge gombák, hogy igazából ennek nagyon nem kell főzés, tehát felforraljuk a levünket, és még a forró lébe beledobjuk, és félrehúzzuk. És ki ne maradjon a víz belőle, ami körülbelül 2 deci, és még cukrot fogunk beletenni. Tehát vágunk egy kis barna simei gombát, és a sima fehéret. Felforrt a levünk, beledobjuk a gombákat, és félre is húzzuk. Should the cruise of fame, the news again, better see his fame for brute each pain. And listen, baby, I don't wanna go in your plane, but if you got a man, that's the listen if you can. Nem hiányzik más, mint a húsink. Hát szerintem már mindenki tudja, hogy kell egy jó sztéket csinálni. Só, bors, kakukkfű, vaj, úgyhogy esünk is neki. Gyevőkanál olaj, jó sok bors, jó sok só. Itassuk fel a deszkáról is, és amint füstölög a serpenyünk, mehet bele.
amikor szépen körbe kérgesítettük a húsunkat, akkor belevágunk egy kakukkfüvet, meg egy szár rozmaringot, megtörünk egy fokhagymát, és egy nagy evőkanál sós vajjal locsolgatjuk. Amikor a húsunkat elkészítettük a serpenyőbe, tehát előpirítottuk, nyilván az attól függ, hogy ti meddig pirítjátok, hogy mit akartok elérni, hogy medium-vel, vagy esetleg rare-t akartok elérni, és utána betesszük egy ilyen 60 fokos sütőbe pihenni, 10 perc, 15 percre igazából, amíg behúzza a sütő a húsunkat. Mondtam, hogy még a szószunkat be fogjuk sűríteni egy kis vajjal, amikor újra felforrt, levesszük a tűzről, és egy kocka hideg vajjal elkezdjük összemozgatni, és így még sűrítjük, egy picit gazdagítjuk. A sült zellerből ráhelyezünk kettőt a tányérra, a marinált gombákat random módon rádobáljuk, a húst ketté csapjuk, és azt is felhelyezzük. Majd a cseresznyés és pecsenyelével megcsorgatjuk, és ániskaporral díszítjük. Na lássuk. Kicsit ebből csinálunk egy kis katonát. Kicsit ebből, egy kicsit abból, cseresznyéből is. Ez összemegy. Szerintem nagyon összemegy az ániskapor negrós ánizsossága a cseresznyével, meg magával a marhával. Az ellernek ez a gyökér jellege, tehát nekem nagyon ízlik ez az egész. Remélem nektek is fog, próbáljátok ki, írjátok meg, hogy milyen volt, aztán a mielőbbi viszontlátásra. A videót a The Singleton of Dufftown 12 éves Single Malt Whisky támogatta. A karácsonyi receptek támogatója az Electrolux.